kutató szerettem volna lenni. Elsősorban orvos édesanyámnak volt ebben meghatározó szerepe. Ez egy 70-es kiadású könyv, ez volt az egyik, amit édesanyám kezembe adott. Elsősorban a matematika, fizika és a biológia érdekelt, és már majdnem beadtam jelentkezésemet biológusnak, amikor az ELTE-n oktató körös professzor úr tanácsára a szélesebb alapokat nyújtó gyógyszerésztudományokat választottam. Diplomám megszerzése után tudományos diákköri témavezetőm ajánlott az Országos Pszichiátria és Neurológia Intézetbe, ahol Arató Mihály vezetésével fiatal pszichiáterek fogadtak, akiknek lelkesedésükön kívül szinte semmilyen feltétel nem volt adott. Így feladatom a tudomány szervezése és annak eszközrendszerének megteremtése is volt, amiben egyébként Pataki István tanár úr volt nagy segítségemre. 1986-ban egy ösztöndíjat kaptam az NIMH-be, az Egyesült Államokba. Ez a nagy központi épület, az úgynevezett Building 10, melyben az a laboratóriumus volt, ahol feleségemmel közösen is dolgoztunk. A rendszerváltoztatás után úgy döntöttük, hogy hazatérünk. Itthon azután megalakítottam a neuropszichofarmakológia és neurokémiai laboratóriumot, majd 12 évvel később az OPNI tudományos igazgatója lettem. Az OPNI bezárásakor a reménytelen helyzetben a Semmelweis Egyetem befogadta a laboratóriumot, és először az AOK farmakológiai és farmakoterápiás intézetébe kerültem, és onnan pályázat útján nyertem el a gyógyszerhatástani intézet igazgatói posztját. A 80-as években kezdték a szerotonin neurotranszmitter receptorait felismerni. Ez lehetőséget adott arra, hogy ezen receptorok számos funkcióját különböző betegségekben és élettani szabályozó rendszerekben a világon elsőként írjuk le. Ilyenek például a hormonális szabályozás, az epilepszia, az alvásébrenlét, vagy a szorongás és a depresszió. Éveken át vizsgáltuk az extázi drog hatásait. Ez az a könyv, amit a hallgatóimmal közösen írtunk. A Duna TV sorozatot is készített az ezzel kapcsolatos előadásaimról. Az addig több mint egy évtizeden át folyamatosan emelkedő hazai extázi fogyasztás onnantól csökkenésnek indult. 18 PhD hallgatom szerzett már eddig fokozatot. Számomra a legkedvesebb, amikor a fiatalok kíváncsiságát keltem fel, és a tudományos kutatás iránti rajongást igyekszem nekik átadni. 2015 óta a Semmelweis Egyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese vagyok. Ez azért is nagyon nagy megtiszteltetés számomra, mert ezen a két területen az egyetem egyértelműen hazai első és nemzetközi rangsorokban is igen előkelő helyet foglal el. A legfontosabb, amit nagyon szeretek itt, az a hallgatók és oktatók által biztosított szellemi környezet. Az egyetemnek köszönhetek nagyon sok mindent.